Sok szeretettel köszöntöm az RTV nézőit, mai adásunkban híreinket követően Kilátó magazin műsorunkban összefoglalókat láthatnak a Szaládi lelkészavatóról, a Pap Tamási és Hegyközújlaki szüreti bálokról, valamint az Érszőlősön zajlott keresztény konferenciáról. Majd összemközt rovatunkban bemutatkozik az új csokai református lelkész. Tartsanak velünk! Szeptember 3. péntek délutánján közgazdasági mesekönyvet mutatott be Sándor Kata írónő, az Erdők Uniója Alapítvány képviselője. Az Erdők Szövetségi című mesekönyv létrejöttét a közösségi tudatfejlesztését segítő alapítvány tette lehetővé. A könyvemutatóra több mint egy tucat második osztályos gyerek és több tanító volt hivatalos Székelyhíd Város Múzeumába. A könyvemutató igazán temperamentumosan nyitott a kapuit, ami talán annak is köszönhető volt, hogy Sándor Kata írónő igazán fiatalosan és energikusan, valamint meglepően közvetlenül vezényelte le. Az írónő közgazdászként is dolgozik, ezért is a mesekönyvben lévő mesék alapmondani valója a valós életben történő közgazdász problémákról, illetve helyzetekről tanítja olvasóit. De erről az írónő interjúban számol be részletesen. Ugye mindannyian tudjuk, akik szülők, nagyszülők vagyunk, hogy mi a család feladata. Ugye tudjuk, hogy a család feladata többek között a kor követelményeinek megfelelően, hogy a gyermeket társadalmi, gazdasági, pénzügyi és környezettudatos szemléletbe nevelje. Viszont ezt nagyon nehéz ezeket a témákat megközelíteni. Én közgazdász vagyok, és ezért ugye elsősorban közgazdasági szempontból közelítem meg a témákat, vagyis azt, hogy tudjuk, hogy a legfőbb kérdések az életünkben a van vagy nincs, a van, de nem olyan, vagy a van, de mennyi felé kell osztani. Ez a mesekönyv 23 történeten keresztül mutatja be azt a társadalmi, gazdasági környezetet, amely ma körülvesz minket. A mesekönyv a Kerekerdő közösségében játszódik, ahol a piros, a sárga és a zöld nevű vadmalackák élnek. A vadmalackákat minden érdekli, és sokat kérdeznek. A szereplők a kérdésekre adott válaszokból megismerhetik például azt, hogy hogyan lett az önellátó gazdálkodásból piacgazdaság, miért használnak pénzt, milyen elvek szerint működik az egészségügyi és a nyugdíjrendszer, hogyan alakult ki erdőgazdaság, és a bűnözést miért nem lehet társadalmilag elfogadott jövedelemszerzési forma. Mesekönyv az ugye a gyerekeknek szól, méghozzá iskoláskor alatti gyermekeknek, hiszen a család feladata, hogy iskoláskor alatt foglalkozzon már ezekben a témákban a gyerekekkel. Igen ám, de a gyerekek nem tudnak olvasni, tehát akkor ugye a szülőnek kell felolvasni. Miért jó ez a felolvasási rendszer? Hát egyrészt azért, mert mi közvetlenül nem foglalkozunk gyerekekkel. Tehát a szülő vagy partnerebe és felolvassa a mesét, megbeszéli a gyermekkel, hiszen a szülő ismeri csak annyira a gyermekét, hogy el tudja dönteni, hogy meddig mesék nekik a történet, és mikor tud már beszélgetni vele erről. Az adott válaszok, a bemutatott folyamatok nem ellentétesek azokkal, melyekkel később a gyermek az iskolai tanulmányai során fog találkozni. A bemutatott viselkedési normák a társadalom tagjainak többsége által elfogadott, az érvényes törvények által szabályozott elvárásokat tartalmazzák. Az Erdők Szövetségi című közgazdasági mesekönyvnek nincs alsó vagy felső korhatára, mert a témák minden korosztályt érintenek. Ez a mesekönyv ez társadalmi gazdasági témákkal foglalkozik, tehát az alcíme is az, hogy az önellátó gazdálkodástól az uniós csatlakozásig. Ez gyakorlatilag a 23 mese, az 23 kérdésre ad választ, de nagyon sok téma van benne. Tehát elindulok a családtól, és egész eljutok az uniós csatlakozásig, tehát miért van uniós csatlakozás, illetve nem kerüli ki a mesekönyv a közösségekre káros hatásokat sem, mint például a bűnözés vagy a korrupció. Tehát
ezért minden korosztálynak szól, hiszen ezek a témák, ezek nem egynapos témák. Igyekeztem úgy kiszedni a témákat, ami volt, van, és a jövőben is várhatóan lesz, és meghatározó szerepet fog játszani a gyermek életében. A mesekönyv mondani valójának és tanulságának könnyen megragadása céljából társul hozzá egy színezőkönyv is. Ezeket a könyvemutató után egy ingyenes csomagban vehették át a gyerekek, illetve a tanítók zsírkrétával társítva. A szerzőnő tollában további két hasonló könyv van készülőben, az egyik az áramforrások fejlődését követi figyelemmel, a másik pedig a pénz és a vállalkozások világát ismerteti meg az erdő lakóinak segítségével. A könyvbemutatóval egybekötött pedagógiai körön részt vett Pető Csilla, tanfelügyelőasszony, aki hasznos információkkal látta el kollégáit, felhívva a figyelmet, ha nem a didaktikai és pedagógiai kiadó fogja visszavenni a tankönyvek nyomtatását, akkor előreláthatóan folytatódni fog ez a káosz a tankönyvkiadás terén. Hagyományőrző szüreti bált tartottak szeptember 23-án Bihar-Diószegen. A rossz idő némileg átírta az előre eltervezett programot, de ennek ellenére jó hangulatú mulatozással zárult az este a helyi kultúrházban. Itt van az ősz, itt van újra, és vele együtt megérkezett a szüreti bálok időszaka. Az elmúlt hétvégén több településen is szüreti mulatságra készült a közösség apraja nagyja. Így voltak ezzel Bihar-Diószegen is, ahol 13 népviseletbe öltözött pár indult el hívogatni az esti mulatságra. A helyi kultúrházban bemutatott táncokat kitörő lelkesedéssel fogadta az összegyűlt vendégsereg. A fiatalok műsora után hajnalig tartó bál kezdődött, ahol a jó hangulatról az Elit együttes gondoskodott. A Székelyhídi RMDS és az Eurotrans Alapítvány szervezésében október 25-én szerdán 11 órai kezdettel konzuli napot tartanak a múzeum épületében. Azokat a személyeket, akiknek készen van a magyar anyakönyvi kivonata, a konzulátus munkatársai levélben vagy SMS-ben értesítik. A konzuli napon lehetőség van a magyar igazolvány kérelmezésére és pótfüzet kérésére. Előzetes egyeztetés alapján az állampolgársági kérelmek leadására, hadijárvasági ügyintézésre, azon személyek, akik állampolgársági kérelmet szeretnének leadni, vagy magyar igazolványaikba pótfüzetet igényelnének, kérjük október 16-áig jelentkezzenek elkészített irataikkal Orosz Anna Máriánál a Székelyhídi Múzeum épületében naponta 8 és 16 óra között, péntekenként 8 és 14 óra között. A székelyhídi törekvés hazai pályán fogadta a Vaskohíd Biharea csapatát a román labdarúgó bajnokság 4. ligájának 5. fordulójában. Drámaira sikerült a töri múlt hétvégi mérkőzése az 5. fordulóban. Hazai pályán azzal a vaskói csapattal játszottak, amelytől június közepén osztályozón szenvedtek vereséget. A töri meccsről meccsre szemmel láthatóan fejlődött, egyre jobban játszott. Az első fordulóban a bajnokság talán legerősebb csapatával szemben maradt alul. Másik két vereségét csak a rutintalasságnak köszönhette. A játék javulásán kívül a lelkesedés is nőtt. Ezt mutatta meg a csapat a Nagyszalonta elleni előző hazai meccsén is, amely győzelemmel ért véget, illetve a hétvégi Vaskó ellenin, ahol szintén a nagyobb akaraterő döntött. Hiába domináltak az első félidőben, egy lesgólig jutottak a hazaiak, az ellenfél pedig tökéletes statiszta szerepet játszott. Második félidő közepén a vendégeknek sikerült gólt szerezniük egy mesteri kontrát követően. Gergely Sándor cserékkel próbálta feldobni és frissíteni a töri játékát, ami a 85. percben be is ért. Az egyenlítést követően tovább támadott a hazai csapat, két perc elteltével jött is a második gól, és ezzel együtt a második győzelem. A székelyhídi törekvés 5 fordulót követően 2 győzelemmel és 3 verességgel a 11. helyet foglalja el a tabellán. Ezen a hétvégén, szeptember 30-án, 16 órai kezdettel ismét hazai pályán játszanak. Az ellenfél a szintén 6 pontos Mácsa Puszta csapata lesz, amely csak jobb gól különbségével előzi meg Gergely Sándor legénységét. Az ifik is kitettek magukért, az elmúlt fordulóban 2-2-es döntetlent játszottak a vaskói Biharea ifieivel. Ők ugyancsak szombaton 14 órától lépnek pályára.
Székelyhídváros polgármesteri hivatala biciklis felvonulást szervezett szeptember 22-én pénteken az Európai Mobilitási Hét alkalmából. Többnyire lelkes iskolások részvételével zajlott múlt pénteken az a biciklis felvonulás, amelynek célja felhívni a figyelmet a kevésbé szennyező közlekedési eszközök használatának előnyeire. Már a 16 órai indulás előtt gyülekezni kezdtek a biciklis fiatalok a Székelyhídi Központi Parkban. Szabadságtér, Irinyi János utca, Hegyközszent Miklós Nagykágya, Kiskágya, Petőfi Sándor utca, Szabadságtér volt a túraútvonala. A szervezők minden olyan székelyhídi és környékbeli lakost vártak, kicsiket és nagyokat egyaránt, akik szeretnek kerékpározni, és részvételükkel szívesen felhívnák a figyelmet a rendszeres mozgás fontosságára. 2002-ben az autómentes nap mellett egy új, tematikus napokból álló rendezvénysorozat jött létre, az Európai Mobilitási Hét. Az eseményt minden évben, szeptember 16 és 22-e között rendezik meg. 2007-ben több mint 35 ország, legkevesebb 2000 önkormányzata csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. A programokba mintegy 200 millió lakost vontak be. Székelyhíd idén először kapcsolódott az eseményekhez. Az elmúlt hétvégén, szeptember 23-án és 24-én rendezték meg Szalárdon azt a kétnapos programot, amely egyháztörténeti konferenciákat és az új református lelkész beiktatását foglalta magában. A reformáció fél évezredes és a szalárdi református templom fennállásának 600. évfordulója alkalmából kétnapos rendezvénysorozat vette kezdetét szombaton Szalárdon. Vasárnap Varga Botond Endre református lelkipásztor beiktatására került sor. A szombati nap áhítattal kezdődött, amelyet egy konferencia követett. Az egyik érintett téma a szalárdi ferences templom volt, amelynek eddigi 600 évéről, illetve a körülötte elvégzett régészeti feltárásokról tartottak előadásokat. A nap másik részében Szalárd község fejlődését mutatták be a középkortól napjainkig, kitértek a jövőbeni tervekre, majd szó esett Dordrecht és Szalárd testvérgyülekezeti kapcsolatáról is. 500 a 600-ban címmel rendeztünk egy konferenciát, egy egyháztörténeti értekezést itt Szalárdon, amelyben ugye már a címben benne van és azt sugallja, hogy nem csak a reformáció 500 évéről volt szó, de arról a 600 évről is, amire tulajdonképpen a templom mint múltjára visszatekint, és az ősi falak között a hitújításnak a szele hogyan érkezett meg és hogyan éreztette ennek a hatását. És tulajdonképpen ebbe kapcsolódik bele a lelkészbeiktatás, amely én úgy érzem, hogy jelzés értékű, de nem arról beszél, hogy Szalárdon van egy kezdet, vagy kezdődik valami, hanem abba a folyamatba kapcsolódunk be ezzel a mai nappal, amelyben az Úristen indít el bennünket, és engedi azt, hogy járjon. Vasárnap zsúfolásig megtelt az évfordulós református templom az istentiszteletre, amelyet Dénes István Lukács, a Bihari Református Egyházmegye esperese tartott, majd ezt követően ünnepélyes keretek között beiktatta a szalárdi gyülekezetbe, a tavaly megválasztott és egy éve a gyülekezetben szolgáló Varga Botond Endre lelkipásztort. Csodálatos halfogásnak a történet az evangéliumban azt példázza, hogy az emberi gyengeség, vagy éppen az emberi fáradtság ellenére az Úr Jézussal való együtt halászat, az együttjárás mennyi áldást hozhat. Amikor itt vagyunk a lelkipásztor beiktatásán, a Szalárdi Református Egyház községbe, akkor ugyanezt az igei üzenetet tolmácsoltam az Úristen igény keresztül, lelkipásztornak, presbitereknek és gyülekezetnek. Az emberi gyengeségeink, fáradtságaink, sokszor a kimerülésünk, vagy éppen amikor úgy érezzük, hogy csak a semmi van, vagy éppen csak a kudarcok vannak, annak ellenére is Jézussal a hajóba, Jézus szavát meghallgatva, és az ő szavát megcselekedve a mindennapi életben, a gyülekezeti életben nagyon sok áldást tudunk nyerni, olyannyira, hogy azt másokkal is megoszthatjuk, és másoknak is odaadhatjuk. Ez volt életem első lelkészbeiktatása, úgyis mint résztvevő, úgyis mint beiktatott, és nagyon nagy lelki pluszt ad ez az ember számára, amit igazából akkor érez meg, amikor már folyik az ünnepi istentisztelet,
Jó volt körbenézni a templomban és látni nem csak az esperes urat, nem csak a lelkész testvéreket, de a lelkész testvérekben azokat, akik valóban testvérekké váltak a lelkészi szolgálatban. Jó volt úgy szétnézni a templomban, hogy a szalárdiak mellett találkoztam azokkal a tekintetekkel is, akik az eddigi szolgálatomban végigkövettek. Volt főgondnokaim, volt gondnokaim voltak jelen, volt ifiseim jöttek el Szatmár megyéből, Ugocsából azért, hogy részt vegyenek. Ez egy olyan lelki feltöltődés, amellyel lehet menni és lehet tovább küzdeni. A beiktatás jelképes tárgyak átadásával zárult, amelyek a templom kulcsa, a gyülekezet pecsétje és a Biblia. Ezután a vendéglelki pásztorok és dr. Nagy Miklós polgármester köszöntötték a szalárdi református gyülekezet frissen beiktatott vezetőjét. Nekünk ez nagyon fontos esemény, hisz látszik az, hogy nagyon sokan itt voltak megtelt zsúfolásig a templom. Örültünk annak, hogy nem csak szalárdiak, hanem vendégek voltak, úgy, mint lelkipásztorok is, és más településről is együtt örülni velünk. Hát egy szomorú esemény volt az, mikor a tavaly év folyamán a lelkipásztor itt hagyott bennünket szó nélkül, úgymond, és meghalt hirtelen. Hát mondhatnánk azt, hogy pánikba estünk, én is, mint önkormányzat vezetője, polgármester, én úgy hiszem azt, hogy az egyház és a világi vezetők együtt kell dolgozzanak egy olyan szebb jövőért, ami rajtunk múlik, hogy milyen lesz. És én örülök annak, hogy ez a nap az, amikor hivatalosan is tiszteletesül belett iktatva, az a meglepetés ért engemet, hisz mikor tiszteletesült meghívták, először akkor találkoztam vele, és mégis olyan hamar, olyan közös nehez tudtuk megtalálni egymásban, hogy milyen fontos nekünk a közösség építése, és ebben úgymond eddig is már ez az egy év folyamán, amíg már itt volt és dolgozott itt közöttünk, partnerekké tudtunk találni. És ez fontos, hisz a mai világban szükség van egy pásztorra, szükség van egy világos hangra, szükség van a béke hírnökére. A kétnapos esemény szeretett vendégséggel zárult. Szeptember közepén kezdődik a szület időszaka, amely a szőlősgazdák számára az egyik legfontosabb esemény. A munka után pedig a legtöbb településen jól megérdemelt mulatozás következik. Stábunk múlt hétvégén jelen volt Pap Tamásiban és Hegyközújlakon is a szüreti bálokon. Pap Tamásiban nagy hagyománya van a szüreti felvonulásnak. 1989 óta minden évben sikerült megszervezni ezt, az egész települést megmozgató eseményt. Idén a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a népviseletbe öltözött fiatalok csak egy kis részét tudták végigjárni a megszokott útvonalnak. Ez azonban nem volt akadálya annak, hogy az esti órákra meghirdetett szüreti mulatságra zsúfolásig megteljen a helyi kultúrotthon. Az érkező vendégek érdeklődve tekintették meg az elmúlt évek szüreti bájainak képeiből összeállított kiállítást. Az est folyamán Matyi Miklós, a település polgármestere, valamint Bíró Rozália, parlamenti képviselő köszöntötte az egybegyülteket. Pap Tamás, de azért gondolom mások is a vidéken nagy hagyománya van a szüreti bálokkal. Így tudjuk megőrizni a hagyományainkat, a magyarságunkat. Pap Tamásban elmondhatom, hogy 1989-ben is volt szüreti bál, amire én emlékszek, hisz akkor ilyen kulturális referens voltam, Biharhoz tartozott a polgármesteri hivatal. Azóta ez a 28. alkalmi szüreti bál. Itt a régi fennképeken látszik, hogy már 1946-ban is volt Pap Tamásiban szüreti bál, 1956-ban. És nagyon örülök neki, mert ez egy hagyományőrző, így meg tudjuk őrizni a hagyományunkat. A mai csapat az 15 párból állt, sajnos egyre kevesebb a gyerek, amíg még bevállalja, ugye? Ez gondolom másfelé is így van. Az idő ma nem nekünk szolgált, nem tudtuk bejárni a falvainkat, csak egyedül Pap Tamásiban. De hál' Istennek Pap Tamásit úgy, ahogy délután be tudtuk járni, hisz egész nap esett az eső. Az ünnepi beszédeket a fiatalok nyitó tánca követte, amelyet Tóth Szilvia kulturális referens tanított be a 15 párból álló csapatnak. Mivel a kinti borús idő senkinek nem rontotta el a hangulatát, ezért hajnalig tartó mulatozás vette kezdetét a Pap Tamási kultúrotthonban.
Szeptember 23-án szüreti bált tartottak a Hegyközújlaki Kultúrotthonban is. A 32 tagból álló tánccsoport, valamint a zenekar az esőre és hidegre való tekintettel a hagyományoktól eltérően idén mikrobuszban ülve látogattak el a szomszéd településekre, hogy az esti mulatságra hívogassák az érdeklődőket. Piros ruhás lányok, lebegjen a szoknya, járja hát a táncot a sarkantyús csizma. Figyeljétek hát, idősek és vének, Isten éltesse az egész falu népet. Húzzá! A 16 párból álló néptánccsoportot az idei évben is Mester Anikó készítette fel. A fiatalok az elmúlt hetekben több alkalommal is összegyűltek és gyakoroltak, hogy a táncok és az énekek a lehető legjobban menjenek a bál napján. Nem igazán tudom, mióta van szöröti bál. Amikor én 10 éves voltam, akkor már táncoltam, az pedig 1980 volt. Azóta minden évben valamikor táncosként kezdtem, aztán majd tanítóként, aztán ahogy fejlődtem is felfele a faluval, támogatóként is, mai napig is szervezőként is támogatóként vagyok itt. Ez a bál összevonza mindig, összehozza a helyi lakosokat és mindazokat, akik az elmúlt 20-30-40 évben elszámoztak innen, egy Nagyvárad vagy a környékre. A mai nap is a gyerekeik visszajönnek, a mai szüreti bálon 16 pár vett részt, és 32 gyerek, ennek egy 20%-a gyereknek Nagyváradon él, a szülei innen is származtak el, ilyenkor hazajönnek már a nyári vakáció végén a próbákra, és akkor ezen az ünnepségen együtt vagyunk. Még szeretném megköszönni a szervezőknek, akinek a anyukák, akik betanították, és a nagyobb öregítem, Mester Anikó, aki egész járóta foglalkozik nálunk ezzel. Hál' Istennek a településünkön mindenütt adott az Isten olyan személyt, aki ezt felvállal, ingyen, díjmentesen. A községben mind a három településen van egy ilyen óvónéni, egy ilyen fiatal, aki felvállal ezt, és betanítja gyereknek a táncot. Amúgy ez hagyomány is, mert a nagyobbak mindig kinőnek mindig valaki a csapatból, akkor a tapasztalatokat, azokat a régi nótákat, énekeket, a régi táncokat tovább tudják adni. Itt ma este is találkoztam olyan ismerősömmel, akit már 20 éve nem láttam, elköltözött Spanyolországba, de itt hol voltak és megragadták az alkalmat, nosztalgiáznak, visszajönnek egy olyan Hegyközújlaki szüreti bálba, ahol ezelőtt 20 éve még kislányként táncolt, most pedig komoly érett hölgyként Spanyolországból látogatott ide hozzánk, de jó érzés régen látott embereket egy ilyen hagyományos ünnepségen látni Hegyközújlakon. Az esti órákban a feldíszített kultúrotthonba érkező vendégek izgatottan várták, hogy megtekinthessék a fiatalok műsorát, amit erre az alkalomra állítottak össze. A büszke szülők és nagyszülők fényképezőgépekkel a kézben nézték végig gyermekeik, unokáik, énekes, táncos produkcióját, és meghatódva emlékeztek azokra az időkre, amikor még ők járták a táncot a jól ismert dallamokra. Múlt hétvégén házasságról, családról, gyereknevelésről tartotta keresztény konferenciát az Érszülősi Református templomban. A kétnapos rendezvénysorozaton érdekes előadásokkal várták a résztvevőket. Házasságban, családban élni jó címmel tartotta keresztény konferenciát szeptember 23-a és 24-e között az Érszülősi Református templomban. Nem csak a házigazda gyülekezetből, hanem a Kárpát-medence több pontjáról is érkeztek vendégek a kétnapos programra. Az esemény a megjelentek köszöntésével és közös énekléssel kezdődött, majd bizonyságtételek után házasság és gyermeknevelés témában hallgathattak előadásokat az érdeklődők. Valóban nem az első alkalom, ami házasság témájában szerveződik a gyülekezetünkben, viszont az első ilyen nagyszabású konferencia, ami kétnapos, és ami Kárpát-medencei, hiszen meghívott vendégeink Kárpátaljáról, Magyarországról, illetve Felvidékről érkeznek. Délelőtt kezdődött 10 órától a program, nagyon sok helyről érkeztek, hála az Úrnak, helyből is, és hát közös énekléssel, illetve felvezetéssel kezdődött, majd volt délelőtti fő előadás, Szanyi György, kárpátaljai lelkipásztor tartotta, Túlélő házasságok címmel,
hogy mitől is maradnak meg a házasságok, hogyan élik túl azt a sok-sok viszontagságot, nehézségek, amivel szembe kell néznie kivétel nélkül minden házasságnak. Nagyon közvetlen volt, nagyon személyes hangvételű bizonyságtétel volt, nagyon sokat tudtunk belőle épülni. A délelőtt folyamán mutattuk be azt a házas kiadványt, amit erre az alkalomra készítettünk, melyben 14 házaspár nyilatkozott, vagy úgy, hogy kérdésekre válaszoltak, vagy úgy, hogy maguktól elmondták azt, hogy hogyan élték ők meg a házasságoknak eddig eltelt idejét, és ezt mi egy kötetbe foglaltuk, és ez alkalommal ezt kiadtuk, és ennek a bemutatása történt, illetve azoknak az átadása, akik írtak bele, és személyesen el is tudtak jönni erre az alkalomra. És hát volt egy nagyon érdekes záró akkordja még a délelőttnek, a házassági fogadalom megerősítése. Ez is teljes önkéntes alapon, akik szerették volna, hogy néhány évvel, évtizeddel ezelőtt kötött, nem konkrét és nem jubiláló számhoz kötve, hogy 10-20-25, hanem bármennyi házassággal a hátuk mögött, de szeretnék ezt most itt a konferencia keretében, ünnepélyes keretek között megerősíteni a fogadalomtételt. Ennek volt egy ilyen ünnepi alkalma, és jól tudom, akkor 6 pár is kiállt, és egy rövid fogadalomformulát elmondtunk közösen, amelyben bizonyságát adtuk, hogy továbbra is szeretjük, tiszteljük és megbecsüljük a házastársunkat, és hogy továbbra is hűségesek maradunk hozzá, és hogy vele maradunk szövetségben. Valóban felemelő érzés volt, és hiszem azt, hogy lendületet fog adni azoknak a pároknak is, akik ezt úgy bevállalták úgy önként, és talán megerősödnek most ebben a kötelékben, és tovább tudnak folytatni a harcot, mert sokszor harc a házasságnak a mindennapja. Az ebédet követően nagy érdeklődés fogadta Sipos Alpár Szabolcs, magyarországi lelkipásztor, Keresztény gyermeknevelés című előadását, amelyben a szülők feladatairól, a nevelés céljáról, valamint azokról az eszközökről beszélt, amelyekkel a szülők utat tudnak mutatni gyermekeik számára. A hallott szó, a példamutatás, az irányítás, a fenyítés és a gyerekekkel való személyes, szeretett kapcsolat kialakításának fontosságát hangsúlyozta az előadó. Hát azt gondolom, hogy az elsősorban a keresztényeknek izgalmas kérdés, hogy a gyermekeiket is ebbe a szellembe tudják nevelni. De önmagában a gyermeknevelés az szerintem mindenki számára fontos, hogy mi lesz a következő generációval, a következő nemzedékkel. És érdekes módon az életben sok mindenre fölkészülünk, és sok mindenre tanulunk, de ugye szokták mondani, hogy a gyermeknevelésre mégse készülnek föl sokszor az emberek, pedig nem olyan valami a gyermeknevelés, ami feltétlenül magától megy, és azt gondolom, hogy erről fontos, hogy beszéljünk és meghallgassunk olyan bibliai útmutatásokat is, amik ebbe eligazítanak bennünket, mert azt gondolom, hogy ma azért a társadalomnak az egyik legkritikusabb területe az épp a következő generációnak a nevelése, hogy hogyan történik ez, mi ennek a módja. Azt talán egyre több pedagógus érzékel, hogy ezen a területen nagy gond van, meg a szülők is, de a kiutat azt gondolom, hogy nagyon sok irányba határozzák meg az emberek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Bibliának a nevelési elveit megismerni az minden keresztény számára egy fontos terület. Az előadás után nem egy klasszikusnak mondható házasságkötésnek lehettek szemtanúi a jelenlévők. Somogyi Géza és Edit, érszülősi gyülekezeti tagok 17 évnyi, polgárilag köttetett házasság után jutottak arra az elhatározásra, hogy ezen a konferencián az egybegyűlt vendégek előtt kérik Isten áldását házasságukra. A konferencia befejező részében a házigazdák, I. és Tamás és felesége Zsuzsanna, próbáltak választ adni arra, hogy miért is van szükség egy ilyen rendezvényre, és miért is vállalták fel ezt a szolgálatot gyülekezetükben. Igazság szerint ezt a reformáció 500 emlékévében szervezzük meg, tehát évelején fogalmazódott meg, hogy jó lenne akkor nekünk is, ahogy gyülekezetben valamit egy jeles esemény évforduló kapcsán végezni, és hát így jutott a döntés arra, mivel amúgy is ezt a fajta szolgálatot végezzük, ezért jó lenne egy ilyen nagyobb szabású konferenciát, házasság és család konferenciát, ezért adtuk ezt a címet, hogy házasságban, családban élni jó. Amúgy van nagyon sok cím ennek az alkalomnak, hogy megújuló családok, megmaradó nemzet,
Ezzel pályáztunk az Emberi Erőforrások Minisztériumához, és nyertünk onnan is anyagi támogatást, ami nagyon jól besegített ennek a konferenciának a megszervezéséhez. Úgyhogy hát ez a célunk, hogy a keresztény értékeken alapuló házasságot és családot mutassuk fel, hirdessük meg, népszerűsítsük, csúnya szóval reklámozzuk, mert úgy érezzük, hogy erre nagy szükség van. És azoknak a számából ítélve, akik eljöttek erre az alkalomra, úgy látjuk, hogy más is így érzi, hogy valóban szükség van egy ilyen fórumra, egy ilyen lehetőségre, ahol ebben közösen megerősödhetünk. A nap közös imádkozással és énekléssel zárult. Az elkövetkezendő percekben Tokás Sándorral, Csokaj új református lelkészével készült riportunkat tekinthetik meg. A Magyar Statisztikai Hivatal létrehozójának, Fényes Eleknek egykori szülőházával szemben elhelyezkedő református parókiával jelentkezünk, ahol Tokár Sándor lelkipásztorral beszélgetünk. Tiszteletes úr, ön szeptember 1-től hivatalosan is lelkipásztora a Csokai Református Egyházközségnek. Honnan érkezett ebbe a közösségbe? Nagyvárad Olasziból érkeztem, ott voltam segédlelkész az elmúlt 3 esztendőben, illetve emellett december óta a Hegyközújlaki Református Egyházközségben is helyettes lelkipásztori megbízást kaptam. Végeztem ott is a szolgálatot, és ez év nyarán, amikor a Csokai Egyházközség pályázatot hirdetett, erre a pályázatra én is jelentkeztem, és július végén volt a bemutatkozó szolgálaton. A szolgálat után a presbiterekkel egy rövid beszélgetés, és ezután választottak meg engem a Csokai Egyházközség lelkipásztorának. Már akkor az első alkalommal teljesen pozitív volt a benyomásunk, nekem is, feleségemnek is ezen a beszélgetésen. Azonnal éreztük, hogy itt az emberek szeretettel fogadnak majd bennünket, és ez be is igazolódott. Tegnap költöztünk, még nagyon friss ez a dolog, tehát hogy itt vagyunk, és már a költözéskor is a gyülekezet tagjai úgy álltak hozzá, hogy ez mindenképpen biztató. Nem mindegy az, hogy hogyan érkezik meg egy lelkipásztor a gyülekezetbe, itt bennünket nagyon jól fogadtak, segítettek a költözésben, Nagyváradról költöztünk ki ide, ott a 4. emeletről kellett leköltözni, ebben nagy segítség volt a Csokai Egyházközség, illetve az egyháztagok, akik jöttek segíteni, de itt is, itt már, amikor megérkeztünk, vártak bennünket, és szempillantás alatt a bútorok, illetve a költözéskor hozott dolgaink, azok bekerültek a parókiára, azután ebéddel vártak bennünket, akik csak jöttek segíteni, megvendégelték őket, és ami a legnagyobb pozitívum ebben, hogy ezt nem a lelkésznek kellett mondja, hanem ezt ők saját indítatásból, saját belátásból végezték, és végzik is. Úgyhogy mindenképpen ezt el kell mondani, illetve meg kell említeni, hogy az itteni nyáj, bár rövid ideig, 5 hónapig pásztor nélkül volt, de nem maradtak, mert az Úristen egybe tartotta ezt a gyülekezetet, ezt a közösséget. Van amit csinálni, és van akivel csinálni itt Csokajon. Tiszteletes úr, ön valószínűleg nem fog hitvitába bocsátkozni a feleségével, hisz mind a ketten lelkipásztorok. Egy picit kérem, beszéljen a család életéről, mikor kötöttek házasságot, és egyáltalán hogyan indult ön el a lelkészi pályán? 2012-ben végeztem a teológiai tanulmányaimat Kolozsváron, azután visszakerültem Nagyváradra, hiszen én hegyközkovácsi születésű, neveltetésű vagyok, a középiskolát is Váradon végeztem, és miután Kolozsvárról visszakerültem Nagyvárad Olasziba,
egy esztendeig ott voltam segédlelkész, a következő év nyarán, amikor a feleségem is befejezte a tanulmányait, akkor összeházasodtunk, átkerültem a Nagyvárad ősi gyülekezetbe, ott is segédlelkésznek, és akkor segédlelkészként ott még újabb 3 évet, egy év, illetve 4 évet. Nagyvárad ősiben segédlelkészként 4 évet szolgáltam, 1 év megszakítással, ugyanis akkor a Nagyvárad Rogériuszi egyházközségben szolgáltam. 3 esztendővel ezelőtt kötöttünk házasságot, 1,5 éve született kislányunk, Kata. Ön egy hírhedté vált lelkipásztornak a nyáját vette át örökül egy pár hónappal ezelőtt. Milyen közösséget hagyott most ott? Az elmúlt év decemberében, karácsonya előtt a Nagyvárad ősi szolgálat mellé még kaptam a Hegyközújlaki Református Egyházközségnek a pásztorlását is, ott helyettes lelkészként püspöki kinevezéssel voltam. Ott egy eléggé megviselt lelkileg is, és anyagilag is nehéz helyzetben levő gyülekezetet vettem át meghatározatlan időre. Ott rá is nyomta a bélyegét a hosszú éveken keresztül az ottani viszontagságos élet. Ott körülbelül 110 lélek volt, aki még a református egyháznak tagjaként tartotta magát is számon. Ők voltak azok, akik az egyházközséget alkották, mert voltak olyanok sajnos, akik az előző lelkipásztor miatt, vagy a benne való csalódás miatt elpártoltak az egyháztól, és akkor átmentek más egyházközségekbe, vagy teljesen megszakították a kapcsolatot az egyházzal. Ott is igyekeztünk a szolgálatot tisztességgel és becsülettel végezni. Az ottaniak is, akik még lelkiismeretesen igyekeztek az egyházhoz, illetve az Istenhez kötődő kapcsolatot tartani és ápolni, ők segítettek nekünk. Az elmúlt évben ott különböző jogi ügyeket is kellett sajnos orvosolni, úgyhogy ott is előrelépés történt anyagi értelemben is, de lelki értelemben is, hiszen április végén ott volt a hegyközi presbiteri találkozó, akkor az az alkalom összefogta egy kicsit az ottani gyülekezetet. Nem volt könnyű az ottani szolgálat, de én úgy hiszem, hogy ott is elindultak. Infrastrukturális szempontból hova érkezett Écsokajra? Milyen körülmények fogadták itt? Itt Csokajon a templom is, a parókia is rendezett állapotban, felújított. Az elmúlt hónapban, augusztusban volt az orgona felújítása, illetve az azért való hálaadás, hálaadó istentisztelet. Az egyházközség rendelkezik egy gyülekezeti házzal, gyülekezeti terem a földszinten, a manzárban pedig vendégszobák vannak kialakítva. A gyülekezetnek van 2 testvérgyülekezeti kapcsolata is, egyik Hollandiában, a másik pedig Írországban, és onnan szoktak érkezni fiatalok minden nyáron. Idén sajnos nem érkeztek, de a következő nyáron bízunk abban, hogy már tudjuk őket fogadni, őket szokták ott elszállásolni. A gyülekezet az elmúlt időszakban visszakapta a régi iskolát. Az első szintet, tehát a földszintet átalakították, ott különböző rendezvényeket tartanak, azóta is fel van szerelve, konyhája, étkészlettel rendelkeznek, 100 embernél is több le tudott ülni. Keresztelők, halottitorok, eljegyzések, amikor vannak, akkor szokta azt az egyház bérbe adni, kiadni, és ennek az épületnek a felújítása folytatódik, reménység szerint még ezen az őszön, ugyanis a tetőzet felújítása, illetve az épület külső felújítása veszi majd kezdetét. Erre a Magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumától nyertünk pályázatot, illetve a helyi önkormányzat segít. A tervek között szerepel még, ugyanis ez a régi iskola épülete úgy volt felépítve, hogy alul voltak a tantermek, felül pedig a
tanítói lakások, ezeket is majd a közeljövőben igyekszünk felújítani, és azt is hasznosítani a gyülekezet számára. A lelkiépítkezés terén vannak-e már elképzelései? A lelkiépítkezést mindenképpen ott fogjuk kezdeni, hogy megismerjük a gyülekezetet, miután az ilyenkor szokásos költözködésnek majd vége fog érni, miután ezt befejezzük, azután majd a családlátogatásra szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni, a gyermekekkel való foglalkozásra. Most már vége van a vakációnak, úgyhogy majd ezzel fogjuk kezdeni. Hamarosan szeptember 3. vasárnapján majd egy különleges istentiszteletet is fogunk tartani, egy családos gyermekistentiszteletet. A vasárnap délutáni időpontra gondoltunk, ugyanis a vasárnap délutánok még szabadok, tehát délelőtt volt eddig istentisztelet, itt Csokajon, mi szeretnénk, hogy délután is legyenek, és ezeket úgy képzeltük el, hogy az elején mindenképpen úgy fogunk neki, hogy valamilyen különleges istentiszteletet, ahova a fiatalokat is, idősebbeket is majd szeretettel hívunk és várunk, és majd ezt az építkezést, ezt a lelki építkezést így fogjuk folytatni, ilyen alkalmakat szeretnénk, nem csak vasárnapon, hanem hétköznapon is, szeretnénk majd gyülekezeti bibliaórákat elindítani. Az ifjúság itt sok nagyon jól működött, tehát ifjúsági alkalmak voltak, erre jártak a fiatalok, erre van lelki igény, ezt majd mindenképpen szeretnénk folytatni. A vallásórásokkal, a konfirmáció előtti korosztállyal is ugyanígy fogjuk majd folytatni a lelki munkát. Köszönjük szépen a beszélgetést, és áldott szolgálatot kívánunk az elkövetkezendő évekre is. Minden kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Új adással legközelebb jövő hét pénteken jelentkezünk, amit a Brixim Kábel TV szolgáltató keddeste sugároz. Addig is tartsanak velünk Facebookon, ahol Érhangja Média csoport néven vagyunk megtalálhatók, vagy hallgassák a rádióért minden hétköznap este 6 órától 8 óráig. Tartsanak velünk a jövő héten is. Viszontlátásra!